Köszönöm nézőinket, szervusztok! Ez itt a Partizán Politika, a Partizán politikai politikusi toksója. A mai vendégem Fekete Győr András lesz a Momentum elnöke. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ami nem tettétek volna meg, illetve ha szeretnétek látni nem csak a szerkesztett verzióját ennek a beszélgetésnek, hanem a teljes, vágatlan beszélgetést is, akkor fizessetek elő a csatornára a Patreon oldalunkon keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Kezdjük! akkor nagy szeretettel köszöntelek a csatornán, Szervusz András. Szia, és nagyon köszönöm. Köszönöm. köszönöm a meghívást. Én köszönöm. Kezdjük azzal, hogy mi számodra a politikai ősérmény, tehát mi az az első emlék az életedben, amikre visszatudsz tudsz emlékezni, hogy egy közösségi politikai rendezvénye, eseményen, megmozduláson részt veszel, és komoly hatással van rád. Ez az összödi beszéd lesz, és. Ö... Hány éves voltál akkor? Szerintem 16. Szerintem 16 és az osztálytársaimmal mentünk a, a, suliba, és egy magyar nemzetet fogtunk a kezünkben, és akkor ott, ott, olvastuk, hogy, hogy éppen mi történt. És, és az egy eléggé megmaradt bennem. És utána mentünk be a suliba, és mindenki erről beszélt. A tanárokkal is erről beszéltünk egymás között is. És akkor utána már emlékszem sok mindenre, mert, mert voltam kint a székház ostrománál, mint szemlélő. Azért, tehát én felhúztam magam az összödi beszédem fiatalként. Tehát ott nekem azért a, ha hazudtunk reggel, délben, este, meghamisítottunk statisztikai adatokat a választások megnyerése érdekében. Ezek 16 éves fejjel is azért felfogható, hogy mondja, mulasztások voltak. Tehát akkor nem azt tudom, a narratívát, hogy ez egy igazságbeszéd lett volna? Én, én nem. Hát, vagy, vagy nem tudom. Szóval, hogy én megmutattam ezt a beszédet kb. két évvel ezelőtt az akkori barátnőmnek. És neki nagyon tetszett hogy ez mennyire erős, jól, őszintén elmondott beszéd volt Gyurcsány Ferenc által. Én viszont azon az álláspontom vagyok, hogy tehát hogy engem hidegen, hogy, hogy egy beszéd mennyire van jól elmondva, vagy éppen mennyire őszinte, hogyha annak tartalma az arról szól, hogy, hogy hogy az adott politikai közösség az alkalmatlan az ország vezetésére, és, és méltatlan, és, és becsaptak egy országot. Szóval, hogy... Bocs, de az igazságbeszéd ebből a szempontból szerintem nagyon mellékes. Én sok lelkesítő beszédet tartottam már a Momentum közösségének, természetesen. Azoknak nyilvánvalóan nem volt része az, hogy uh, itt csaptunk be, mit loptunk el, uh, meg egyéb trágárkodásuk. De az a nincs bajom? Félreértés ne de, de az ország. A Kurva országgal? Hát, de az a van. A trágársággal, mint olyannal nekem nincs bajom, nyilvánvalóan én uh, is befele, amikor mondjuk motiválok, azért, azért elengedem magamat, de nem a kurva országozással, hanem nem, nem szídom a magyarokat és a Magyarországot sem. 2015-ben zajlik le Velencei tónál, az a, a is konkrétan, az a tábor, ami gyakorlatilag a Momentumos őstörténet ilyen legfontosabb pillanata. Kik voltak ott ebben a táborban, hogyan kezdtétek el szervezni ezt a tábort? Miért gondoltad azt, hogy egy tábor szervezése lehet a legjobb pillanat annak, hogy, vagy a legjobb formája annak, hogy összehívd azokat, akikkel a politikai közösség megalakításában gondolkodsz? Hát ennél jobb lehetőséget nem tudok elképzelni arra, hogy hogy összeálljon egy közösség. Hát bibó kollégiumotok nem volt? Bibó, kollégium... bibó kollégiumunk nem volt, viszont bibósaink voltak. Uh -huh. én, én a bibó szakkollégium kollégium... szak elnökkével találkoztam először, ez volt a Csaladani, akivel az egyik legjobb barátom hozott össze, és ő volt az első olyan ember, akivel azt éreztem, hogy megértjük egymást. És, és hasonló. Képpen gondolkodunk, és egy olyan ember, aki nem barátom, tehát nincs meg ez a baráti viszony, hanem, hanem inkább egy ilyen kollegiális viszony ki tud alakulni. És ez fontos a teljesítmény szempontjából. És így, és így hoztunk be embereket. Ő is, meg én is. Sok ezeket összeillesztettük. Kezdetben az én lakásomon találkoztunk sokat. Volt, hogy a Bibóban találkoztunk párszor. Ezt a tábort, a 15-ös Velencé tábort, ennek az alapjait a Bibóban rajzoltuk fel. És ott volt egy, volt egy társunk, aki kicsit tapasztaltabb volt, mint mi, és ő tudta, hogy jó, gyerekek, figyeltek most itt beszélünk össze-vissza, itt van egy ekkora papírlap, és akkor rajzoljuk fel, hogy mit szeretnénk, hogy ki mit csinál, ki miért felel, mik a határidők, hogy van ez az egész. És akkor mindenki nagyon boldog volt, emlékszem, hogy jaj, de hogy ez van, és így néztük a Földet, és akkor elkezdtük szervezni ezt a nyári tábort, aminek az volt a célja, hogy mindenki hozza be azokat az embereket a kapcsolati hálójából, akikről azt gondolja, hogy részt szeretne venni egy ilyen politikai közösség szervezésében. És mi, mi szervezők voltunk, kilencen voltunk a operatív mag, vagy valami ilyesmi. Ugye a nyilvánosság számára az első beazonosítható megjelenésetek a Olimpia kampány volt. Nagyon régóta nem volt akkor már olyan ellenzéki kezdeményezés, ami érdemben kikezdte volna a Fidesz hatalmát. Tehát hogy az a fajta felfogozott érdeklődés, ami irányatokba fordult, az nyilván annak is köszönhető, hogy rendkívül ki volt éhezve a nem Fideszes nyilvánosság valami hasonló történetre, és miközben ti ennek azt Gondolom, hogy azért voltatok képesek ezt létrehozni, mert volt mögötte közösségszervezői munka, évek megalapozottsága, annak ellenére azért mégiscsak az volt a média percepció, hogy itt wunderkindek megjelentek, hihetetlen magasra növelték az jótokat, ami feltehetően nem fenntartható, és bizonyos értelemben az azt követő időszaknak a csalódásai vagy sikertelenségei abból is következhettek, hogy mondjuk például ez a média percepció ez hogy alakult. de ennyi év távlatából mit gondolsz, van -e abban a médiának megkülönböztetett felelőssége, hogy hogyan tálalta és mit talált fontosnak a Nolimpia kampány sikeréből? Hm. Hát én... én, rosszul éltem meg azt a részét, hogy, ő... Tehát ő nagyon, nagyon magasra Helyezte így a média a lécet számunkra. Azt éreztük, hogy, hogy menni kell tovább. És ö, mi rögtön be is jelentettük, hogy országjárásra indulunk, 45 napos országjárásra, nem csak a határon innen, de azon túl is egyébként. Nagyon sokan jelentkeztek a közösségbe. Egy közösség életében az a változás, hogy egy ilyen, te 150 fős közösséget, te átlátsz, ismersz mindenkit, ismered mindenkinek a múltját. 1500 fős közösségnél ezt már nem ismered. Igen. Kb. Annyi, annyian lettünk így, így, egy hónap alatt. És ö, megcsináltuk az első tüntetésünket május 1 az Európához tartozunk címmel, amit miatt nem a munkát ünnepeltük, hanem az uniós csatlakozást. Még több mint tízezer ember vett részt, és, ö, és az volt a Momentumnak még úgy a csúcsa, úgymond közvéleménykutatásokban, akkor 4%-on volt a párt, és a nyár törte ezt meg, és akkor ott jöttek elő azok a Hiányosságok, amik, amik amik ilyenkor előjönnek. Tapasztalatok. A szervezeti problémák, vagy pedig a kép, amit vetítettek rólatok, az annak való megfelelés? Nyilván annak, annak nem tudsz megfelelni. Tehát, hogy ha az a, ha az a kép, hogy megjöttek a an olimpiás gyerekek, na akkor ti, kérlek szépen, most adtatok egy lépésből sakkot, most akkor adjatok mattot, és akkor váltsátok le a rendszert. És ha még lehet, akkor 18 előtt. De 18-ig se akarunk várni. Na, ez egy olyan fokú teher, amit, amihez kell kellő, önmérséklet, tudom, önmérség lehet, meg bölcsesség, hogy az ember ezt kezelni tudja. Nyilván itt voltak rosszabb pillanatok, de alapvetően ezt tudtuk kezelni. Alapvetően ezt tudtuk kezelni, és én örültem annak, amikor már a Momentumot arra a polcra tudta kb. tenni a, a nyilvánosság, mindig al akkor már alacsonyabb tették, mint ahogy én láttam, de mindig jobb volt, mint hogy ott vagyunk, és akkor a a annak kell megfelelni. Ugye a NoNeaper kampányt az is megkülönböztette, hogy rendkívül részletes elszámolást közöltetek a költéseitekről, amiket közösségi forrásokból fedeztetek. Ez a fajta transzparencia, ez egy kiemelt érték a momentum számára? Transzparencia, hogy ne? Hogy a ne. költésekkel kapcsolatban ugye? Azó azóta, azóta is mindig feltöltjük a honlapunkra a, a, a beszámolókat, így van azért is kérdezem ezt, mert a honlapotokat átnézve a 18-as kampány az utolsó, amiről részletes kimutatás érhető, hogy pontosan mire és mennyit költöttetek, és amikor megnéztem kifejezetten most erre készül, hogy a 2019-es beszámoltok az hogy néz ki, akkor ott ö, ugye az van, hogy bevétel a 162 millió, de a kiadási oldal az mindössze egy ilyen 7 rubrikás pályázat, amiben a politikai tevékenység kiadása címen van egy 137 milliós tétel felsorolva, de hogy ez pontosan mit jelent, ez nincsen kifejtve. Nem visszalépése ez a szintű transzparenciához képest, ahol a Nolimpiával föltettétek a lécet. A Nolimpiánál úgy emlékszem, hogy ott egy, ott egy diagram volt. Részetesen, hogy tételesen. hogy Hogy abban a 19 millióból hány Igen. pult, meg, 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 meg mi egymást vettünk. Uh, ahhoz képest, hát arra lebontva, hogy hány szórólapot nyomtat egy párt, le lehet egyébként erre bontani. Ezt most meg nem mondom neked, hogy ez most miért nincs így lebontva. Nem tudom megmondani neked. Ugye legfontosabb... Azt tudom, hogy az állami számbevőszék az ugye minket mindig nagyon fokozottan ellenőriz. Mi minden... Emlékszem, amikor ellenőrzött minket a számlávőszék, az összes számlánkat fogtuk és feltöltöttük a honlapon. Ez volt a 18-as választás. Hogy igen. tessék, itt van. 18-as választás volt? Hogy, hogy tessék, itt van. Meg fogom ezt kérdezni, hogy, hogy most miért nem ezt, a, ezt az eljárást követjük. De ennek nincs köze azzal, hogy, hogy titkolóznánk, mert nem, hát nem titkolóztok ne, Mert, mert nem Az összeg az itt mert van, nem Csak a, a részletes moment, Hát Csak hogy a részletekben most... Nem tudom, ezt meg fogom kérdezni, hogy az miért nincs ott szerintem azért van a jelentőség ennek a kérdésnek, mert fiatal politikai pártról beszélünk, ami saját magáról is a transzparencia kívánalmát fogalmazza meg, illetve a politikai jelenfelé, a kormányzattal szemben is folyamatosan a pénzügyi transzparencia átláthatóság, elszámoltathatóság ö, vágyját kéri számon, és ehhez képest kell, egy csalódás mondjuk a szimpatizánsok körében, hogyha van 160 millió forint bevétel, akkor abból a legnagyobb tétel, ami majdnem az egész összeget kiteszi 130 millióról, miért egyetlen egy rubrika tudósítja az erre érdeklődőket. Ez a probléma? szerintem nyugodtan lehet egy párt, mármint egy magunkfajta fajta párt teljesen transzparens, tehát ebből a szempontból inkább azt mondom, hogy ez egy, ez egy feladat. Akkor ezen változtatni kell. Ez egy feladat. Jó. A, visszatérve a olimpiához, ugye utána volt ez a május 1 felvonulásodok Európa nap. 2017 május 1 már ténylegesen politikusként álltál ki a színpadra, és a közvélemény is így percipiált téged. Mit gondoltál akkor, és mit gondolsz most? Szerinted mi a politikus társadalmi funkciója? Számomra a politikus a sokkal több egy egy, egy médiapolitikusnál, aki hangszála vagy szócsövévé válik egy politikai tábornak. Én a közösségszervezésben nagyon hiszek. Számomra ez fontos. Most lehet azokat a rózunkokat puffogtatni, hogy, hogy a közügyek szolgálata, a közérdek védelme, és, és, társai, nyilván ez is oda tartozik, minden politikusnak valószínűleg más a hitvallása. Számomra a nyugati Magyarország és a nyugati életszínvonal elérése nekem ez a Nekem ez a vágyam, nekem ez a feladatom. Én, én, én olyan politikai programot készítettem a társaimmal, ami ezt a célt szolgálja, én ezt képviselem. Nekem politikusként azt gondolom, hogy ez a funkcióm, feladatom a, a magyar társadalomban. Hogy ez sikerre jár-e, vagy sem, azt nem fogjuk tudni eldönteni. Az önreflexivitás való képesség egy megkülönböztetetten fontos képesség egy politikusnak? Hogyne. Te ez a képesség szerinted kellőképpen erős? Szerintem igen. Jó. Most nézzük meg két részletet, uh -huh. amikor ezzel kapcsolatban keveredtél a uh -huh. és aztán szeretném, hogy reagálni ezekre a okay. helyzetekre. Nézzük meg. Hová vinnél egy turistát a nyolc kerben, Tehát, hogyha azt kéne megmutatnod, akkor ott mik a kedvencek? Én a Liliom és környékét nagyon szeretem, az ott van a Korvin negyed ö, környékén is meg De az már pont a kilenc? Nem, az ott a 8 és a 9. Ö, között volt talán. Az Üllői út alatt, az már pont a kilenc. De utcai szuti, nem? Ezt már nézzétek ja, meg. meg. Ezt már nézzétek meg, hogy a tejárát is már nézzétek meg, hogy lehet kapni tejet 140-150 forintért is. Rengeteg képet csináltam azóta ezekről kisméretű atomerőműveket hoznának létre. Ez mit jelent? Mi az a kisméretű atomerőmű? És ugye ebből adódik, hogy Paks 2-t viszont nem vinnék véghez. Így van. Ö, kisméretű atomerőmű például egy, egy napelem kollekció egy háztetején. Mi az energiahatékonyságot mindenképpen szeretnénk támogatni. A napelem az atomerőmű? Ö, hívják annak is, igen. A napelemet hát atomerőműnek? Hát egy, egy, egy napelem parkot, vagy egy napelem kollekciót, azt igen, szokták annak hívni nem a bulvár rész érdekel, mert szerintem az, hogy az ember téveszt egy ilyen nyilvános helyzetben belefér, de mint hogyha lenne az a problémát, hogyha egy tévedésen rajta kapnak a nyilvánosságban, akkor azt elismerd. szerintem ezeket én elismertem, ezeket a tévedéseket. Ez nem életem legjobb, vagy két legjobban sikerült <laughs> szereplése volt, az biztos. A bakizni bakiztam. hogy ne. Hogy ne. És belementem sokszor olyan utcákba, amiben nem feltétlenül kellett volna. Tehát most nekem miért kéne ismerem a 8. kerületnek az utcáit, tereit? Visszakérdezhetem, hogy te Solymárnak ismered a tereit, meg a meg a, a te szóval, te hogy, te hogy én, előre, én, meg, én, meg, kívülről, vagyok. szóval, hogy ezekbe belementem fiatalon, és, és egy hülyét csináltam magamból egy videó erejéig. Ha valaki az alapján szeretne ítélkezni, annak, annak nyilván egészségére. De hogy még egyszer mondom, szerintem nem a tévesztés a kérdés, mert ugye az előfordul, mondom, tehát, hogy számtalan kérdésben vagyok én magam is megfogható, a nézők is nyilvánvalóan. A kérdés az, hogy te politikusként, amikor az derül ki, hogy tévesztettél, belefér, miért nem lehet azt ott elismerni, hiszen lehet látni a szemeden, amikor van ez az atomerőműs helyzet, hogy már mikor visszakérdez, látod a szemeden, látva a szemeden, hogy tényleg ez nem atomerőmű, miért nem lehet azt mondani, hogy ú, nem, jó, az tényleg nem, az, csak ugorjunk. tapasztalatlan közszereplő voltam valószínűleg, és, és meg akartam felelni vagy a kérdésnek, és ragaszkodtam a válaszomhoz. Ez, ez, lehet, ez lehet mögötte. És főleg én egy olyan valaki vagyok, aki, aki eléggé nem maximalista, a perfekcionista tudok lenni, és ezen sokat kell dolgoznom, hogy, hogy ne akarjak az lenni. Meg, meg ne akarjak megfelelni a nyilvánosság különböző igényeinek. És, és ma már ez nincs. Politikusnak lenni az nyilvánvalóan egy iszonyatosan kitett szakma. Nagyon komoly pszichés felkészültséget igényel, iszonyú módon kell tudni az embernek fegyelmezni magát, és kezelnie a büszkeségét, hogy abban neki naponta kell tudnia értelmes és kevésbé értelmes, elfogadható és kevésbé elfogadható kompromisszumokat hozni. Nem ezen az atomerőművön lovaglok, de most, amikor itt ültünk és megmutattam neked ezt a 2019-es beszámolási papírt, én most is láttam a szemeden, hogy igen, nem tartott helyesnek, hogy nincs egy tételes elszámolása a momentumnak a 2019-es költéseiről, de, helyett, de nem ezt mondod, hanem ehelyett annyit mondasz, hogy ebben változni kell. Miért nem lehet egy ilyen helyzetben azt mondani, hogy igen, fogunk ezen dolgozni még? Szerintem én ezt mondtam, amikor azt mondtam, hogy feladat van ezzel kapcsolatban. Hm. Mondhattam volna azt is, ha nincs feladat ezzel kapcsolatban, az úgy jó, hogy van, nézd meg a többi pártnak a beszámolóját, ami nem nagyon van. Um, nyilván mindenért nekem mindenért felelősséget kell tudnom vállalni, amit az én közösségem csinál. Ezért is. Ez a rohadt benne. Ezért is, ezért is. Az más kérdés, hogy most napi szinten te mivel foglalkozol, és mivel nem foglalkozol. Ezért mondtam, hogy ezzel kapcsolatban feladat van a pártnak. De ezt te egy hibának gondolod, nem? Hogy ez nincs. Nem, amit... ezt egy hiányosságnak gondolom. Én uh -huh. ezt hiányosságnak gondolom. Ha hibának gondolnál, el tudnád ismerni? Persze. Ja. Persze. Említett, hogy a 2017-es nyár volt egy bezuhanás. Igen. Momentum szempontjából. Ugye a nyár folyamán távozott Pocion Diadina a pártból, aki akkoriban még elnökségi tag volt. Később egy talán a Szeretlek Magyarországnak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy ő azért nem alkalmas politikusnak, mert túlságosan szereti a faszt és a drogokat. Na most ebből akkor az ezt következik. Nem tudom. Hát, és akkor miért tudnak Ő ezt mondta. Ezt Én ezt most csak idézetként mondom. Igen, tudom, hogy ezt kérdezem azt, hogy akkor ezek szerint van-e problémája a Momentumnak, akármelyik affekciójával is Potyon Diadinának, játszott -e ez bármilyen szerepet az ő távozásában? Ez jó kérdés. Szerintem az ő távozásában az játszott szerepet, hogy ez egy, egy mikroközösségből egy nagy országos hálózattá vált a Momentum, és elveszítette sokak szemében azt a családias közeget, ami addig volt. És nem az Edina volt az egyetlen, aki akkor azt mondta, hogy, srácok, szeretlek titeket, de én nem szeretném most ezt így, ebben a formában folytatni. Én szerintem ez volt. Én szerintem ez volt a mögött. Te sajnálod az ő távozását? Persze. De én sajnálom személy szerint, de szerintem a magyar nyilvánosságnak, ő sokkal többet ad most a vlogjával. Persze, persze. persze. Én mindig nézem. Ő saját elhatározásból ment el, vagy kiszorították a pártból? Nem, saját elhatározásból. Tehát az kimered hogy semmilyen ellenlobbi, ellenérdekel csoport nem játszott szerepet abban, hogy Edina távozzon a pártból, a te tudomásod szerint? Ezt nem tudom. Azt, hogy a végső döntést nyilván ő hozta meg, ezt, ezt, ezt tudom. Tehát ő egy elég erős jellem és, és személyiség ahhoz, hogy őt bárki így, csak úgy ki tudja szorítani bárhonnan. Azt, hogy neki milyen kapcsolata volt egyébként másokkal, azt meg, azt meg én nem tudom. De megítél, én biztos mert akkor azért már nagyobbak voltunk. Elnökként biztos rálltál, hogy az egyik elnökségi tag ellen van-e belső ellenállás, vagy nincs? Tapasztaltál ilyesmit? Nem, 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 emlékszem. nem emlékszem. Az egy nehezebb időszak volt az a nyári, úgyhogy voltak elégedetlen hangok ebből a szempontból. Az elnökséggel szemben is annak ő tagja volt, de ennyi, ennél többen nem emlékszem. 2017 végig Pap Gergő volt egy meghatározó uh, munkatársa a Momentumnak, aki ugye kommunikációs vezető volt. Ha jól emlékszem, igen. És ő volt az, akinek egy levelezése kiszivárgott a nyilvánosságba, amelyben bels uh, konfliktusokról írt, uh, amelyek az ő véleménye szerint elleltetlenítik a pártnak a működőképességét. Ugye itt Soproni Tamást és a te nevezte meg, akik uh, nem tudnak összeférni egymással. Ti erre végül egy közös szelfivel reagáltatok, és igyekeztetek azt mutatni és azt kommunikálni, hogy ez egy minden megalapozottságot nélkülöző plegyka, amivel Pap Gergő előállt. Akkor ugye azt lehetett, arról lehetett olvasni és azt lehetett tudni, hogy Pap Gergő elhagyta a Momentumot. Ő visszajött később a Momentumban? Van-e jelenleg bármilyen funkció a Momentumon belül? Igen, persze. Meg lehet tudni, milyen funkciója van most? Kommunikációs munkatárs. A, Gergő. Tehát munkatársként sajon, csatlakozott vissza. Nagyon szeretjük mindannyian, igen. Az, a kritika, az ikon, nem amit volt akkor egy szerencsés levél meg az az egész szituáció nem volt szerencsés. Azt ő szivárogtatta ki, vagy pedig azt Fogalom ki Fogalmam nincs. Fogalom nincs. Elnökként az nem érdekel? Én akkor választásokra készültem a pártal, szóval, hogy ki mit szivárogtatott. Hát a választási esélyeket ez biztos befolyásolta? Biztos befolyásolta, de ott, ott mi egy, egy választási helyzetbe voltunk, egy kampány előszobájában, és dönteni kellett arról, hogy hogy mi legyen ez a kampány. És, és én ebben voltam benne elsősorban. Ennek nyilván nem tett jót ez a levél, de ezen egy-két hét után így túltette magát a közösség. Fiatal csapat volt, úgyhogy uh, ilyen előfordul. Nem volt könnyű dolga utána a, a papgergőnek, de, de nagyon, nagyon, nagyon fontos fontos harcos harcostársú. 2017 vége, 2018 eleje az ország választásokra készül, ugye akkor az ellenzéki pártok nagyjából mindegyike külön indult, nagyon minimális koalíciók voltak, tehát az MSZP párbeszéd viszonylatában lehet ilyesmiről beszélni, az LNP is próbálkozott ugye, szövetségeseket keresni, de hogy alapvetően a nagy pártok és a kisebbek is külön-külön álltak föl a rajtra. Ugye úgy fogalmaztál akkor, amikor fölállt a listátok, hogy idézem, le akartok számolni a múlt elitjeivel, Ugye azért ez azt jelentette, hogy az elmúlt évek, vagy az elmúlt évtizedek pártelitjeiből nem kívántok magatoknak jelölteket nyerni. Ez stint, ugye? Mm. Igen. Ugye ehhez képest tűnik ellentmondásnak, hogy ugye Körömi Attila már ekkor megjelent a listátokon, ugye Pécsi képviselő volt, és korábban két sziklus törtött is a parlamentben, fideszes színekben, hogy kényszer -e ezt a helyzetet vagy pedig nem jól mértétek fel azt, hogy valójában mire vállalkoztok, amikor azt mondjátok, hogy le kell számolni a múlttal? Azt nem tudom, hogy a rajta volt a listán, de hogyha megnéztétek és igen, akkor biztos. Azt nem tudom, hogy a listán rajta volt-e, a pécsi körzetben jelöltetek volt. Mm. Az biztos, hogy azért utólag a le kell számolni az elmúlt 30 év összes politikusával, az egy, az egy erősen naív kijelentés volt. Mert hogy nyilván nem minden politikus, aki az elmúlt 30 évben politizált, bűnös, vagy rossz, vagy korrupt, vagy értéktelen. És ezt az álláspontunkat, egyébként meg is követtük a 2018-as választásokat követően. Sok ember is elfordult egyébként a Momentumtól ezeket látva, mert nem 20 meg 30 évesek, hanem nyilvánvalóan idősebbek. És ezt én is másod látom, látom utólag. Jó, nézzünk egy bejátszót, ami a korábbi pártokhoz, vagy a többi ellenzéki párthoz való viszonyt mutatja a 2018-as korszakban, és aztán beszéljünk majd erről. Gondoljuk vissza, mi történt 2014-ben. 2014-ben a nagy ellenzéki összeborulás hatására Orbán Viktor kettőharmados győzelmet ért el. De nem csak ez volt az egyetlen hatása ennek a döntésnek, hanem az is, hogy az LMP megfeleződött, az MSZP azóta is zsugorodik, az ellenzék akkori legnagyobb reménysége, Bajnai Gordon, pedig teljesen eltűnt a politikából. És nem mehetünk bele választás technikai alkudozásokba, mert azok, ahogy 2014-ben is, ellehetetlenítik a pártok működését. Mi hozta vissza? Az összeborulás, az ellenzéki összeborulás 2014-ben. Annyira felbőszítette? Igen, 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 igen. Mit kell megérteni az ellenzéki szavazónak, aki mondjuk az ott esetben momentum szimpatizáns, mondjuk pont a kezdetektől fogva a momentum szimpatizáns, és lehet itt pont azért, köteleződött el a Momentum mellett, mert az volt az ígéret, hogy a régi elitek mindegyikével szakítotok, új kezdetet indítotok, és azt lehet látni, hogy azért 2021-re mostanra már a Momentum pont azokkal vállal a szövetséget, akiket még itt ebben a videóban, meg korábbi nyilatkozataidban is úgy jelöltél meg, hogy a kiábrándultságodat fokozták, és amikor rájuk néztél, mint 2011-es kihívóira Orbán Viktornak, akkor azt érezted, hogy ez tartozatlan állapot. Így van. Most meg a szövetséges Így van. 14-ben engem ők motiváltak, hogy itt tenni kell valamit, és létre kell hozni egy új politikai közösséget. De nem azt, hogy velük. És ez, és ellenük. Ez... Maradjunk annak, hogy létre kell hozni egy új politikai közösséget, és ez megtörtént. És közben meg belátod, mert én is beláttam, hogy, ahhoz, hogy mi a saját programunkat, ahhoz, hogy a fin típusú iskolarendszert, az euró vezetését, a rugalmas nyugdíjrendszert, azt mi meg tudjuk valósítani, ahhoz nekünk szövetségesekre van szükségünk. És nekem egyébként a német parlamentben való tapasztalatom ebből a szempontból elég mérvadó volt, mert én ott azt láttam, hogy keresztény demokrata párt egy szociáldemokrata pártal évtizedeken át sikeresen vezette együtt a német társadalmat, az egyik legsikeresebb gazdaságát, oktatását, egészségügyét érték el, környezetvédelmét, és, és az elképesztő példát állított előttem. És amikor, mindig, amikor ebbe gondoltam, akkor de volt ez a feszültség bennem is, hogy igen, tehát az összefogásnak van önmagában véve is értéke egy társadalmon belül, ugyanakkor meg ott van ez az identitásbeli kérdés, hogy de hogy azokkal-e akik e, azt és azt tették. És én azt gondolom, hogy hogy, hogy, itt, hogy itt választani kellett. És nincsen tiszta választás. Mindenképpen sérül valami. És mm. itt sérült nyilván az identitás, itt. Sétek. Sér... Igen, ez a, ez a hogy az elmúlt 30 év, az úgy, ahogy van zsákutca, és nekünk nincs szükségünk azokra az emberekre, akik annak felépítésében részt vettek. De a választók ezt máshogy gondolták. Mm. És nekem politikusként nem csak az a feladatom, hogy, hogy menjek vakon a saját hogy mondjam, szándékaim meg politikai céljaim után, hanem az is a feladatom, hogy hogy a választók is akkor, vagy meggyőzem őket, hogy jöjjenek velünk, vagy hogyha nem jönnek velünk, akkor meg megnézem azt, hogy hol van az aranyközépút, ami még a mi céljaink, meg egyébként a választói igények között húzódnak. És én azt érzem, hogy ezt mi most megtaláltuk. Azért fontos kérdés ez, mert 2018-ban ezek a pártok, akikről úgy nyilatkozta, hogy nem szövetségeseitek, sőt, bizonyos értelemben ellenfeleitek is, 2019 végén, tehát más évvel később a szövetségeseitek váltak. Ma arról beszélsz, hogy te Orbán Viktorral soha nem vállalnál semmilyen közösséget. Mi a garancia ezután a fordulat után, hogyha 2022-ben úgy jön ki a választási matek, hogy lehetséges egy Momentum Fidesz kormányzás megalakítása, hogy ez nem fog megtörténni. Mi a garancia arra, hogy a Momentum vagy te személyesen nem fog szerepet válni egy Orbán Viktor vezette kormányzatban, vagy egy Fideszes kormányzatban? Mi az Orbán rendszernek nem kormány ellenzéke vagyunk, hanem mi rendszer ellenzéke vagyunk. Ilyen szempontból ez a rendszer és ennek a képviselői, ők az én szememben, ők, ők nem lehetnek politikai partnerek. Azok a kormányok, akik 2010 előtt voltak, nekik mi kormányellenzékük lettünk volna. Mint társadalmi berendezkedés, ők legalábbis papíron hisznek azokban az értékekben, mint amiben mi is hiszünk. Ők nem, ők nem építettek ki propagandát. Papíron? Hát korrupció akkor is volt Magyarországon, és erről nyilván lehet külön beszélni azt, hogy mi milyen elszánt lépéseket teszünk a korrupció kiértására Magyarországon hadháziákosak közösen, de hogy, de hogy magát a, a demokratikus, polgári, demokratikus európai berendezkedést ők nem kérdőjelezték meg. És azért ez egy nagyon nagy különbség az Orbán rendszerhez képest. Nekünk velük semmilyen közösséget nem kell vállalnunk, és nem is fogunk. Egy poszt Orbáni sem? Tudom, nem tudom, hogy a posztorbáni Fidesz létezik olyan, hogy posztorbáni Fidesz, ezt meg nem mondom neked. De ha ez eljön, akkor beszéljünk. Beszéljünk arról. De most az a Fidesz van, ami Orbán Viktor, és ami Orbán Viktor akarata szerint cselekszik. Ez a Fidesz ma. De akkor ilyen értelemben nektek Orbán Viktor a politikai jelenfeletek elsődlegesen? Orbán Viktor ennek a rendszernek a, a, a működtetője, a mérnöke, a a bármi. Az, hogy Orbán Viktor eltávozásával hogyan változik meg a ma Fideszesnek tartott politikai tábor, azt nem tudjuk megmondani setesein. Nem tudom. Akkor ezzel most nézzük meg egy bejátszót, és aztán folytatjuk. Lerántjuk a leplet a valósággal. jó. Yes. MSZP egyenlő Fidesz? Mesterházi Attila. Egyenlő Fidesz. Mi az, ami megkülönbözteti az MSZP többi részétől? Hát ugye, aki követte az MSZP-nek az elmúlt talán egy évét, az azt látta, hogy az MSZP-n belül volt egy, hát egy kiszorítási kísérlet, ami részben eredménnyel, részben eredménytelenül zárult a Mesterházi Attiláról azt mondták, hogy ő Rogán Antalnak egy üzleti partnere, egy politikai, vállalkozói partnere. Mesterházi Attila a Fidesz Vamzer az MSZP-ben? Mesterházi Attilának minden tudomásom szerint ma közel semmilyen jelentőség vagy befolyása nincs az MSZP-n belül. De Fideszes Vamzer volt? Hát az elmondások szerint igen. És te neki ennek én hitelt adtam, és ugye többször is felhívtam erre a nyilvánosság figyelmét is, meg egyébként az MSZP-s vezetők figyelmét is. Nógó, no hogy Mesterházi Attila a közös ellenzéki listán rajta legyen? Abszolút. Vannak még ilyen személyek, akik nógónak no számítanak a ti megítélésetek alapján? Hát én az Uglói Tóth Csabáról gondolkodom még hasonlóképpen, aki inkább csak a helyi szinten kiskirálykodik együtt a, a fideszesekkel, meg uh, szemet vagy vesz részt, most nem tudom pontosan, a, a korábbi parkolási maffia kiépítésében. és uh... engednek hogy téged idézzelek, mert ugye hatházi Álkost indítjátok abban a körzetben, ahol jelenleg Tóth a, a képviselő, és egyrészt azt mondtad erről, hogy ez adta magát, ez a döntés, Igen. illetve hogy meglettek lopva az uglóiak, ezért ott kell kezdeni a rendrakást, kilopta meg az uglóiakat ezek a parkolási maffia közétkeztetéshez kapcsolódó cégek, amiknek a hátteréről ugye mondják azt, hogy fideszes, meg baloldali kötődések is vannak, ezeket, ezeket nehéz kibogozni. De hogyha Tóth Csabával kell kezdeni az ellenzék megtisztulását, és azt mondta, hogy, hogy, zuglóban, ahol ő képviselő, meglettek lopva a zuglóiak, akkor abból nehéz más a következtetni, mint hogy az az állításod, hogy Tóth Csaba meglopta az uglóiakat. Azért óvatoskozom ezzel, mert nincsen papírom arról, és te arra kérdeztél rá, hogy neki van-e korrupciós felelőssége az ottani korrupciós ügyekben. Nincs erről papírom. Erre utaló jelek vannak, információk vannak, több sajtó ő, termék feldolgozta már az uglói ügyeket, szóval, hogy így Karácsony Gergely több ízben tette erre való utalást. Van, van egy kialakult véleményünk ezzel kapcsolatban, és azt szeretnénk, hogy Hatházi Ákosnak hívják parlamenti képviselőjét. És a Tóth Csaba az előválasztást, akkor az mentesíti őt ezek alól a vádak alól, és onnantól kezdve szövetséges lesz egy esetleges új kormánynak? Akkor így döntöttek a választók. Ezt én nagyon-nagyon-nagyon fogom sajnálni, és mindent meg fogok tenni azért, hogy ne így döntsenek. És az a kormány, amit én fogok miniszterelnökként vezetni, az nem fogja tolerálni azt, hogy akár Budapesten, akár bármely más magyar városban ilyen-olyan maffiák ö, fölözzék le az emberek pénzét és vigyék haza. Ha a választói akarat úgy dönt, hogy mégis tócsaba a képviselője az uglójaknak, akkor ő ezzel menlevelet kap ezen vádak alól? Nem kap menlevelet, mert hogyha van egy új kormány, és, és felállítjuk a korrupcióellenes ügyészséget, ami az én programomnak egyik központi eleme, akkor ez az ügyészség, ez az államigazgatás és az önkormányzati igazgatás különböző szintjein fog vizsgálatokat folytatni. És ha is amennyiben Tóth Csaba Sárosnak bizonyul, a papír szintjén is, akkor Tóth Csabával szemben eljárás fog indulni, és akkor ott időközi választások kiírására is sor kerülhet. Szerintem a 19 őszi helyhatósági választásokon az ellenzéki szavazók szülték meg az Egyesült Ellenzéket, vagy az egyesülő ellenzék szülte meg azt a szavazót, aki ezt elfogadja és támogatja? Szerintem a választók nagyobb hatással voltak, voltak ránk, mint, mint vissza. Neked 19 őszin egyértelműen vált, hogy innentől kezdve ez az ellenzék útja az érvényesüléshez? Kinek nem? Egységesült ellenzékről kell beszélnünk? Nem tudom, hogy ez mit jelent az egységesült ellenzék. Egy összefogásról beszélünk, amiben hat különböző értékrendű múltú jövőjű közösség párt vesz részt. Ők egy közös ügyért most összefogtak, összefogtunk, hogy ez meddig tart, azt nem tudjuk megmondani. Hogy a 2022-es kormányváltás utáni négy év az egy átmeneti időszak lesz-e, amikor mondjuk sikeresen visszarendezi az ellenzék azt a Magyarországot, amiben sokan a többség élni szeretne, és megteremti a kereteit mondjuk a pártversenynek 2026-tól kezdődően, azt majd meg fogjuk látni. De hogyha az a kérdésed, hogy most ebből a hatból egy párt lesz e hosszú távon, azt én nehezen bírom elképzelni. Februárban léptél el elő miniszterelnök jelöltjeként a Momentumnak, és elkezdtétek megnevezni a különböző jelöltjeiteket az egyes választókörzetekben. A programait megkérdettetek elszámoltatás jogállami eszközöket címet viseli több kritika is érte, én szeretném, hogyha néhány pontra reagálnál, amit még talán kevésbé tárgyaltatok a nyilvánosságban. Van például egy ilyen pontotok, hogy nyilvános parlamenti meghallgatásokat tartunk, a fideszes bűnözők élő közvetítésben izzadnak majd a parlamenti vizsgáló biztosok és a választó kérdése előtt. Ha nem akarják eljönni, rendőrök hozzák be őket. Hogyan lehetséges, egy hogy parlamenti vizsgáló bizottság elő rendőri karhatalommal beidézni bárkit is? A parlamenti vizsgálóbizottság az általában témákat jár körbe. A, mondjuk a Balaton fideszesítését, vagy fideszes felvásárlásának az ügyét járja körbe. Maga az ügyészség, meg egy, meg egy jogállami bírósági eljárás általában az adott személyre fókuszál, és az adott személynek az ügyes-bajos dolgait tárgyalja ki. Ez a fő különbség köztük, és mi azt, azon az állásponton vagyunk, hogy az új magyar Polgári demokrácia megalapozása szempontjából mind a kettőre szükségünk van. És mi azt szeretnénk, hogy mind a kettő eredménnyel és sikerrel tudjon zárulni. És ezért ilyen garanciákat javaslunk ö, ö, lefektetni. Mi garantálja ezt mondjuk azoknak a bizonytalan választóknak, akik azt mondják, hogy miniszterelnök jelölt úr, amiről most beszél, az egy olyan veszélyes eszköz lehet majd egy esetleg többséggel adott esetben alkotmányozó többséggel rendelkező ellenzéki kormányzat kezében, amitől az Úristen óvja meg bennünket, nem akarjuk, hogy esetlegesen ilyen önkényre is önöknek mandátuma legyen. Mit mondanál nekik? Hát én meg azt nem akarom, hogy olyan önkényre kerüljön sor, amit az elmúlt 10-11 évben ez a választópolgár át kellett, hogy éljen. De annak ez a vizsgálóbizottsági mód lenne az orvossága? Hát most, most ugye kiragadunk egy részlet szabályt ezzel kapcsolatban, tehát szerintem ez nem annyira fontos, szerintem az a fontos, hogy vizsgálóbizottsági eljárások keretében ezeket a témákat, területeket, ezeket átvizsgáljuk, és még egyszer mondom, mi közérdeknek tartjuk azt, hogy ezek eredménye tudjanak folyni, ahhoz pedig azt kell, hogy személyesen vagy online részt vegyenek a, a vizsgált személyek. Van-e ugye a felcsúti per nevű ígéretetek is? Erről is rengeteget beszéltél már a nyilvánosságban, én egyetlen egy aspektusra szeretnék rákérdezni. Azt írjátok, hogy a fideszes cégek tisztességes munkavállalóit és beszállítóit megvédjük, nem hagyjuk, hogy magával őket az esetleges csődhullám, mert az igazi felelősét kell megfizetniük a lopásokért. Most tételezzük fel, hogy ténylegesen mondjuk alkotmányozó többsége van az ellenzéki kormányzatnak. Ott van a Mészáros cégbirodalom, Százezer munkavállalóval? Nem tudom. És elindul valamilyen módon Mészáros Lőrinc elszámoltatása, és megszűnik a közpénz transfer az ő különböző érdekeltségeibe. Mit kezdtek azzal a munkavállalói tömeggel, ami ezekben a cégekben dolgozott addig? Milyen biztonságot tudtok neki kínálni? Ugye a Mészáros cégcsoportnak sok olyan része van, amik, amik a továbbiakban is valószínűleg működni fognak tudni. Az, hogy ki lesz ezeknek a tulajdonosa éppen, mert hogy nem tudjuk, hogy Mészáros Lőrinc, milyen sors vár egy bírósági eljárás következményeképpen, az ebből a szempontból nem elsődleges kérdés. Tehát ezek az emberek, ezek arra számíthatnak, hogy folytatni fogják tudni majd a munkájukat. Csak egy más tulajdonosi szerkezetben adott esetben. Mi fog történni a tulajdon szerkezetével a mészáros cégeknek? Tehát kollektivizálni tervezitek, államosítani tervezitek, törvényekkel földraboljátok, privatizáljátok. Mi az, amit szerinted kellene kezdeni azzal a magántulajdon tömeggel, ami Mészáros Lőrinc köré csoportosult? Hát ugye ez attól függ. Um, mi javaslunk vagyonadó bevezetését különböző olyan vagyonelemekre, amiket tipikusan oligarchák vettek abból a pénzből, amit ők elloptak az adófizetőktől. Ezt ugye könnyen játszhatják offshore érdekeltségeken ezek, keresztül. Ezek kastélyok, ezek magánrepülők, ezek jachtok, ezek kaszinók tudnak lenni. Ezek a legtöbbször nem magyar tulajdonú cégekben vannak. Tehát például ezeket a repülőket abszolút offshore cégeken keresztül működtetik. Semmilyen ráhatás nincs a magyar államnak. Hát, azt nem tudom, hogy pontosan milyen cégek működtetik őket. Azt tudom, hogy ez a politikai szándék, és azt tudom, hogy mi ehhez keressük a, a jogi ö, kiutat. Ami a többi céget, illeti, ugye van egy bankholding, ami Mészáros Lőrinc fennhatóság alá kezd az MKB bankból, a Budapest bankból, a takarékbankból felépülő nagy bankholding. Ez egy nagyon érdekes, nemzetstratégiailag is fontos kérdés lesz, hogy hogyan viszonyul majd hozzá az új kormány. Nyilván a pénzpiacok szempontjából is fontos, hogy ez ne omoljon össze az a, a bankholding, mert egy csomó betétes járna pórul. De azzal van dolga az új magyar kormánynak, az, hogy pontosan mi, ez majd ki fog derülni, erről majd későbbiekben kell beszélni. A választások előtt föl fogjátok fedni az ezzel kapcsolatos terveiteket? Erre nem tudok most, most ígéretet tenni. Én azt gondolom, hogy az ilyen demokratikus berendezkedés, javítás, vagy a demokratikus kultúra erősítése érdekében tök jót tenne a közéletnek, hogyha itt nagyon nyíltan megmondanátok, hogy mihez kértek mandátumot. Tehát ha elmondanátok, hogy igen, aki momentumot támogat, az arra számít, hogy mészáros vagyonával ezt és ezt fogjuk tenni. Mészáros őrint szemével kapcsolatban ilyen és ilyen lépéseket tervezünk. Az ügyészséget így és így fogjuk átalakítani. Tehát a tök tisztá lehetne látni, hogy igen, aki mellétek áll, az legyen tisztában azzal, hogy milyen jellegű változások lesznek. Ehhez képest egy nagyon lebegtetős kommunikációt lehet tapasztalni tőletek, amelyben a magárepülőgépek felszállásának tilalma vagy korlátozása. Valamilyen fajta ügyészségi átalakítás, stb. lehet vélelmezni, hogy konkrétan mi fog történni, az igazából rejtély. És most is azt mondod, hogy nem tudsz garanciát vállalni arra, hogy a választások előtt pontosan megmondjátok, hogy mihez kértek felhatalmazást. azért vitatkoznék, szóval, hogy a momentum 25 pontot lerakott az asztalra, új rendszerváltás terve néven. Nem csatoltunk mellé jogszabálytervezeteket, tény. Tény. De nem is az a feladatunk szerintem ebben a választási kampányban, hogy hogy azokat csatoljuk. Szerintem a közös kormánynak az új miniszterelnök jelöltel lesz az a feladata, hogy ezeket a politikai célokat, amik között a magyar közbeszerzési rendszernek az átalakítása van. Mert a görög után a magyar közbeszerzési rendszer a legátláthatatlanabb Európában. Nekünk ezzel van dolgunk és van feladatunk. Az Európai Ügyészséghez való csatlakozást ezt mindenki támogatja, tehát a többi ellenzéki párt is, ezzel semmi baj nem lesz egy új korrupcióellenes ügyészség létrehozása, más kérdés. Nyilvánvalóan a következő időszakban mi dolgozunk azon, hogy ennek a jogszabály alapjai azok betűről betűre meglegyenek, meglegyenek és ki legyenek dolgozva. Ez így van. Az, hogy mi szállhat fel, mi nem szállhat fel, a felcsúti per ugye ez egy per sorozat, tehát hogy, hogy itt, itt, sok különböző oligarha és politikus kerülhet bíróság elé különböző vádiratok alapján. Azt ugyanak mi lesz a kifutása, én nem tudom megmondani, mert nem én fogok ítéletet hozni. Én egy miniszterelnök jelölt vagyok, én egy, én egy politikus vagyok, nem pedig egy bíró vagyok. Egy hónapja nem így beszéltél én, azért. É, dehogy nem. De azt ígérted, hogy nagyon komoly elszámoltatás lesz, és meg fogják ütni a bokájukat. Azt ígértem, hogy a felcsúti pert, azt el fogja indítani az új magyar kormány, ha és amennyiben én vagyok ennek a miniszterelnök jelöltje, vagy miniszterelnöke, a többieket én még nem ismerem ebből a szempontból, és az, hogy milyen ítélet születik a végén, hát azt én nem tudom előre megmondani. Tehát nem a kommunizmusban élünk, én jogvégzett ember vagyok, én a jogállamban hiszek. Én azt tudom garantálni, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy azokat a, a, a féregségeket, amiket elkövettek az elmúlt tíz évben, azokat mi kivizsgáljuk, és azokat mi bíróság elé vigyük. Én ezt tudom mondani. Én ezt tudom mondani. Um, ami pedig a mészáros birodalmat illeti, az is egy kérdés. Egy nagyon fontos kérdés, amit feltettél, azt is át kell gondolni, hogy ott pontosan mi, a, mi az új kormánynak az akcióterve. Ha csak meg! csak rajtad múlna, a szövetséges most nem számítjuk, csak igen. rajtad és momentum múlna, ti visszavennétek-e, államosítanátok-e a mészáros vagyont? Akár úgy is, hogy később bizonyos részeit privatizáljátok, vagy reprivatizáljátok, visszavennétek-e a mészáros vagyont? Hát Azért az államosítás ilyen formában az, az kicsit távol áll a, a jogállami ö, kritériumoktól. Ugye ez attól függ, hogy lehetnek olyan részei, amik visszakövetelhetőek az állam részéről, mert mondjuk olyan közbeszerzési visszásságokat talál az antikorrupciós ügyészség, azokat természetesen vissza fogjuk venni és vissza fogjuk kérni. Lehetnek olyan részei, amiket te jogállami eszközökkel nem tudsz visszaszerezni, rájuk vonatkozóan te külön adót életbe tudsz léptetni. Ö, nem személyre szóló adót, egy olyan külön adót, ami, ami őket is, vagy elsősorban őket érinti, az egy kevés ilyen multicilliárdos ember van Magyarországon ma. Több mint annyi szükséges. Hát ezek, ezek, azok, azok a lépések, amiket mi meg tudunk tenni, és amiket mi, mi meg is fogunk tenni, ha is a én vagyok a miniszterelnök. Ugye egy fontos követelésetek volt az is, hogy legyen egy antikorrupciós bizottság a Városi Házán, aminek Havasi Gábor lett a vezetője. Ezzel kapcsolatban ugye a 4 en Ácsi Dániel fogalmazott meg éles kritikát, amit Havasi Gábor vitatott, és arra hivatkozott, hogy az elmúlt egy évben rendkívül módon megnehezedett a Városházának a működése, nem lehet összehívni. Egyszerűen nincsenek meg a fizikai feltételei annak, hogy egy ilyen bizottság tudja végezni a munkáját. Igen. Te majd is arról beszéltél a sajtó nyilatkozataiban, hogy erőforrások hiányoznak hozzá. Ha ez igaz is, az a követelésetek, mi szerint egy antikorrupciós forrodrótot hoztok létre, ahol mindenki anonim módon tehet bejelentést, ez azt gondolom, hogy még a jelenlegi erőforrások mellett is kivitelezhető lenne. Nincs ilyen antikorrupciós forrodrót. Miért nincs antikorrupciós forrodrót? Ezt nem tudom, hogy miért nincs antikorrupciós forrodrót. Tehát én nem vagyok városházi vezető, hogy ezt tudjam azt tudom, hogy ez engem is érdekel, hogy most ez a kérdés felvettéve, hogy miért nincsen. Ami a vizsgálóbizottságokat illeti, ott pedig én, én gyűlölöm a kifogáskeresést egyébként. De azért abban nagyon igaza van a Havasi Gábornak, hogy a pandémiás helyzetben ami nyomorult önkormányzati törvényünk, konkrétan nem teszi lehetővé, hogy online lehessen vizsgálatokat lefolytatni és meghallgatásokat tartani. A bizottságot nem is akartam éppen ezért említeni, de az, hogy egy telefonvonalat nem tudott a városháza létesíteni, az Kerper Frónius Gábor munkáját minősíti? Nem tudom, hogy mögött mi van, tehát nem tudom, nem tudom, meg kell kérdeznem, hogy, hogy ezzel kapcsolatban mi a, mi a helyzet. De abban egyetértünk, hogy ez egy nem teljesíthetetlennek tűnő vállalás. Nekem nem annak tűnik, Nekem an, nem annak tűnik. Nyilván azzal is egyet kell értenünk, hogy öt évre szól ö, a program megvalósíthatósága is, meg a, meg, a, meg a célok elérése, tehát van még hátra ö, négy év körülbelül, van még idő ezt a forró drótot beindítani, de egyet értek. Én is. Én is, én is furcsánom. Lesz online előválasztás? Nagyon bízom benne. Én nagyon sokat dolgozom azért, hogy legyen. Mi A A többieken. Ki kell? a többi párton. Most lesz a napokban majd egy pártelnöki találkozó köztünk, ahol ez lesz a fő téma. És most nem tudom, hogy most mi a pontos álláspontja a többieknek. Kijelentett, hogy itt a lenőbb érdekellentét a DK és a Momentum között van? Ezt írta meg Magyar Péter a 444-en, de hogy én nem vettem részt ezeken a beszélgetéseken, ahol ez kijött szerintem itt a, a, baloldali pártok részéről kell úgymond kompromisszumot hozni leginkább, de hogy itt most a DK, MSP párbeszéd ebben hogy van, ez most fog majd kiderülni a napokban. Lehet az egy nógó no Momentum részére, hogyha nincsen online előválasztás, akkor távol maradtok az előválasztástól? Benne van a pakliban. És akkor mi lesz? Akkor ráindultak a elvileg Offline előválasztáson kiválasztott ellenzéki jelöltekre? Ne történjen ez meg, tehát, tehát nonszenz, ugye? hogy... Tehát ha nem lenne, az teljesen nonszenz. Ebből lesz következik persze csak, hogy én azt gondolom, hogy, hogy lesz online előválasztás, mert mindenki érzi, hogy így nem csak azért, mert 2021-et írunk, hanem külföldön élők, vidéken élők, azok, akik féltik magukat a vírustól, ők máshogy nem fognak tudni szavazni. Nekünk mi az érdekünk, az, hogy minél többen elmenjenek. Mert minél több ember, minél, nagyobb legit, minél többen elmennek, annál nagyobb legitimációt kapnak a jelöltek. Minél többen elmennek, annál többen el fognak 22-ben is menni, mert ők már benne vannak ebben a folyamatban. Úgyhogy minden felé mutat, csak ez annyira, nekünk annyira alapvetés így tényleg 2021-ben, meg annyira demokratikus alapjognak érezzük ezt az online szavazást, hogy így reméljük, hogy a többiek ugyanígy látják majd. Ugye a jelenlegi népszerűségi versenyek alapján Jakab Péter tűnik befutónak, tehát nyilván változhat még a szintér, hiszen még új szereplők is feltétlenül fognak majd érkezni. Um, de mégis, mi az, ami téged megkülönböztet Jakab Pétertől? Mi az, amiért inkább téged választanak, semmint Jakab Pétert a választók? Öm, hogy mondjam? Tehát mi egy csapat vagyunk itt mindenkivel. És, és mindenkinek megvan az erőssége, gyengesége. Az én erősségem az az, hogy egyrészt nagyon komoly tapasztalatom van a közösségszervezésben, másrészt pedig az, hogy van egy világos programom. Tehát tudom, és választok is tudják, hogy mit várhatnak Fekete Győr Andrástól, hogy ő milyen Magyarországot csinálna velük közösen, hogyha ebben mindenki partner. Szerintem a Péternek szerintem az erőssége a Fidesznek az ütése. És, ebben erősebb nálad? Igen. igen. Ebben ő a legerősebb. És, és itt szerintem a választóknak azt kell eldönteniük, hogy, amikor mi ott vagyunk, hogy legyőztük az Orbán rendszert, akkor kell egy rendszerváltó utat választani, és ezzel párhuzamosan kell egy, egy, egy országépítő utat választani. És szerintem más személyiségek alkalmasak egyikre vagy másikra. És, és én az építő személyiség vagyok azzal együtt, hogy konkrét tervem van arra, hogy maga az elszámoltatás és a felelősségre vonás az hogyan kelljen, hogy megtörténjen. De én nem azzal szeretnék elsősorban foglalkozni, hanem a, az új Magyarország, a nyugati Magyarország alapjainak letételével. Helyesen fordítom le, úgy fordítom le ezt a kérdést, hogy Jakab Péter jobb rétor, mint te, te viszont jobb menedzser vagy, mint Jakab Péter? Ez majd kiderül. Ez majd kiderül. A sajtóanyag, amit küldtetek nekünk fölkészülés gyanánt, több passzusban is tárgyalja a különböző párkapcsolataidat picit már zavarba ejtő részletességgel. Engedj meg, hogy egy rövid részletet felolvassak. Van egy ilyen fejezet, ami az a cím, hogy barátnője Ági. Igen. Ágival munka kapcsán ismerkedtek meg, a lánya Momentumnak jött fotózni például sajtótájékoztatókon. Sokat voltak együtt, ha mentek például vidékre, országjárásra. Mindig húzták, cukkolták egymást. össze, de nem volt komoly. Aztán megint egy külföldi úton jött rá, hogy voltak épp hiányzik neki Ági, meg kellene próbálniuk együtt. Idézőjeles rész következik. Nem egyszerű mellettem, van egy komoly hivatástudatom, nem azt mondom, hogy a szerelem a második az életemben, de azonos szinten van. Sok energiát viszek el, nagy teret foglalok, ugyanakkor nagy a szabadságvágyam is, idézőjel vége. Ági megérti, támogatja, például az Insta oldalt együtt kezelik, egy éve vannak együtt, de még külön laknak, kapcsolatban is abszolút a mellé rendelt, és nem aláfölé rendelt viszonyban hisz. Nem bírja az elnyomást. Ez a jellemzés, ez a mediatizált politikai viszonyok miatt fontos, mert hogy egyszerűen el kell tudni adni a politikust, mint magánembert, és ilyen szempontból ez abszolút te, találkozik a te a te nem tudom én vágyaddal, hogy mennyit szeretni megosztani magadból, vagy pedig ebben neked is kellett a saját privacy ben tágítani azt, ami még elfér a határig. Ez egy mély interjú volt, amiből felolvastál, ilyen szemtől egy ilyen szemtől-szembeni mély interjú volt, és uh, nyilván, tehát én, én egy ilyen szókimondó valaki vagyok, meg uh, közszereplőként sok minden elmond nekem, sok mindent, és azt várják az emberek tőlem is, hogy, hogy én is mondjam el, hogy én hogy gondolkozom, hogy érzek, és a többi, és a többi. De itt vannak határok. Um, egy politikus dönti el, hogy szeretné-e. A társát, a párját, a gyerekét, a családját, közszereplővé tenni, vagy sem. Én az ágival, akiről most beszélünk én, egy, egy nagyon boldog kapcsolatban élek, akinek én rengeteget köszönhetek, és, és nagyon sokat támogat engem. És én vele ezt megbeszéltem. De nem mindent árulok el, dehogy is. Dehogy is. Tehát akkor mondjuk az a fajta nyilvánosság, amit az Instagram oldaladon lehet látni, vagy újabban már TikTokon is lehet látni veled kapcsolatban, az számodra nem megterhelő, nem érzed azt, hogy neked szükséges mértéknél jobban kell kiadnod a magánszférádból eh, helyzeteket ahhoz, hogy politikailag érvényesülj. Hmm. Én utasítottam vissza Borst, szóval akik szerettek volna ilyen közös. Ha. Tehát, hogy, hogy aminél úgy érzem, hogy nem szeretném, azt visszautasítom. Ami még egy Instagramot illet, hogy kiteszek egy képet magunkról. Az meg szerintem oké. Tehát nincs benned félelem azzal kapcsolatban, hogy mi politikai termékké válsz, média termékké válsz, csak azért, hogy a politikai érvényesülésed biztosítottabb legyen? Nyilván ez rajtam is múlik, hogy milyen termékké válok, és semmilyen termékké nem akarok válni. Én Fekete György, András és Andris szeretnék maradni, és 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 ezért, ezért dolgozom. Vissza kell néha verni a különböző próbálkozásokat, de, de ez, ez, ez megy. Oké. Okay. András, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, külön köszönöm, hogy ilyen nagy türelemmel viselted ezt az igazán hosszú interjút. Adtál ilyen hosszú interjút valahol? a <laughs> <De> felét sem. <laughs> nagyon köszönöm, köszönöm hogy eljöttél tényleg, és köszönöm a rendelkezésünk Köszönöm költen. szépen. Ez volt az interjú Fekete Győr Andrással, a Momentum elnökével, miniszterelnök jelöltjével. Ha szeretnéd menni az nem csak ezt a szerkesztett verziát a beszélgetésnek, akkor vagy látogass el a podcast platformjainkra, ahol hangban, korlátozás nélkül végighallgathatod ezt a beszélgetést és a korábbi beszélgetéseket is, vagy ha képen is szeretnéd nézni, akkor fizess elő a Patreon rendszerünkön keresztül a Partizánra, ehhez a linket megtalálod a leírásban. Mindenképpen iratkozz még a csatornáról, hogyha ezt nem tetted volna, meg használd a like, illetve a dislike gombokat, a véleményed kifejezéséhez. Van bármilyen kérdésed, észrevételed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is, utóbbinak Partizán társalgó a címe, oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Az Instagramon Partizán politika címen találsz meg bennünket, ha pedig nem szeretnél patronálónká válni, de egyébként szívesen jutatnál valami pénzt a Partizán működésére, akkor van egyrészt egy számlaszámunk, illetve egy PayPal elérhetőségünk is, ezeket is megtalálod a leírásban. Munkatársai nevében. Köszönöm szépen a figyelmed. Hamarosan találkozunk. Addig is család!